Most itt megvárom, még a sztrájknak vége lesz. És mit tetszik szólni, hogy nem megy a busz? Hát mit szóljuk, fiam? Hát harcolnak mindenki, hogy több fizetésük legyen, nem? És mit szól, hogy nem mennek a buszok? Nem mennek a buszok? Nem is tudtam. Sztrájk van, nem tudja? Nem, nem. És akkor ezek szerint nincs is, egyáltalán nem is indul? 9 óráig nem. Jó, hát addig várok akkor. És mit szól hozzá, hogy nem megy? Nézze, mindenki úgy próbálkozik, ahogy tud. Ez szomorú dolog, kérem szépen. Nem fizetik meg a dolgozókat. Higgy el nekem, kérem szépen. Dolgoznak a buszsofőrök, de nem fizetik meg. Mennyit keres most egy buszsofőr? Hát amiért buszvezető. Tehát ahol nincs semmi pótlék, tehát kalauz pótlék, meg ehhez hasonló, az 6000 forint körül. Hány kollégájuk sztrájkol most? Hát akik dolgoznak, azok mindenki tulajdonképpen, akiket érint. A szabadnaposok azok az aláírásukkal értettek egyet ebben a sztrájkban. Ha valakinek 6 óra 55-kor indult volna a járata, az elindult ma, vagy nem? Hát ezt most nem tudom pontosan, hogy akik, de ez úgy volt, a 6 óra előtt induló járatok, a befele irányuló járatok, az mind be kellett, hogy mennie. Tehát a 7 óra 10-re, 15-re érkező járatok be is jöttek mind a pártban. Lesz foganatja a sztrájknak? Már van is foganatja. Mit sikerült elérni? Minden megyeszékhelyre megkaptuk a forgalmi juttatást, ahogy tegnap a rádióban, a tévében értesültünk, 16%-os béradókedvezményt, ami már szintén valami, eddig nem is álltak szóba a közlekedésekkel, és a nyugdíjkor kedvezmény, ami leginkább szorított bennünket, az napirendre fog februárba kerülni újra, így hallottuk. Aki forgalomban volt ma reggel, az utasok mit szóltak? Különösebben nem. Csak annyi veszem észre, hogy több volt az utas korai járatokon.